nagyon a bajnokság elején vagyunk, és sokat még nem jelent az, hogy éppen ki hol áll a tabellán. Frank Eilingsfeld szinte a büntető vonalról, aztán Melvin szerezte meg a lepattanót, és abból az újabb két paksi pontot. Talán lehet, hogy már az időkérésen gondolkozik, főleg, hogy most újabb labdát veszíti Kaposvár. 3-2-be jöhet a paksi együttes, és Ken Brown fautól együtt. És közben Melvin dob egy triplát, aztán mintha elnézést kért volna, föltette a kezét. És megint jöhet a paksi lerohanás. Melvin Ford, pontosabban Mertin ért vissza, ő blokkolt nagyot, de így is ott van az újabb paksi kosár. Múlt héten az oroszlány ellen 6 ponttal zárt, és az Ete ellen pedig csak 2 pontig jutott. Linksfeld János eredményes közben ismételten 19-13 labdát a kaposváriak csapatkapitánya. Linksfeld pedig ezúttal középtáborról talál be. Melvin már közben a túloldalon, és becsorog a dobása. És mindebben az egészen nagyszerű az az, hogy 19 percet játszott mindösszesen a fiatal horvát játékos. 28-26-os vendégvezetésnél Ken Brown. Megtalálja az utat a gyűrűig, aztán Uljevic szedett támadó lepattanót, és szerzett 2 pontot. Uljevic küzd a palánk alatt, és szerez újabb 2 pontot a csapatának. Zoyán nagyszerű passz Uljevicnek, és egy gyönyörű támadás végén egy szép zsákolás. Martint becsapdázzák, és nem tudott kaposvári csapattársat megjátszani. Azonnal jön a lerohanás is a vendégeknél, egy könnyű kosár, de így is támadhat a paksi együttes. Brown a cselek után Melvinnek osztja ki egy triplára, és bent is van a paksi 3 pontos. Ez volt az 5. kaposvári 3 pontos, sikeres 3 pontos, 9 rádomásból. Majdnem jön a válasz, sőt nem csak majdnem jön, hanem Karosinak végül becsorog, aztán Price hiába reklamál fautot, Melvin pedig zsákol a túloldalon. Eilingsfeld egyetlen magyar játékos a paksiaknál a pályán, és a túloldalon is hasonló az arány. Handlein van egyedül hazai kosarasként a pályán. Brown közben a labdával. Nem láthatunk ma tőle egyelőre olyan extrát, mint az eddigi mérkőzésein. Brown most beleáll. De hát kellett itt hiányolnom tőle az extrát, az extra teljesítményt. De nem járt sikerrel a kaposváriak. Játékos a Brown, újabb tripla a sarokból, átveszi. Pontosabban nem, de átveszi vezetést a paksi együttes. Brown valószínűleg elpattogtat jó darabig, aztán majd valakit megkér, hogy zárjon neki egyet. De lehet, hogy zárás se kell neki, Brown dobja el. Nem akadályozta most azt sem, hogy a jóval magasabb Ford álltott vele szemben. Bújjevics pedig így is kosárral tudja befejezni a negyedet. Megint visszalép egy triplára. Ezúttal ez most kijön, és nincs viszont meg a lepattanó a Kaposvárnak. Eilingsfeld nem dobja el, Kovács viszont igen. Teljesen üresen volt a Paks vezére, csapatkapitánya. Most Krinyeiszki védekezik rajta. Ford ugyanis kapott egy kis pihenőt. Kovács Ákos pedig újabb fontos pontokat szerez a paksi együttesnek. Kovács Melvinnek. Melvin középtávolia pedig bepördül. Még az egyensúlyával is küzdött. Kujevics távolról lejárt volna a támadó. Melvint viszont senki nem zárta ki. Úgyhogy teljesen könnyedén szedett egy támadót, és tette is vissza egyből. Olyan távolról jött a tripla kísérlet. T.J. Price, neki meg nagyon nincs mázlia. Megint labdát veszít Melvin. Könnyű zicser. Látványos védekezések, blokkolások mindkét oldalon. Kovács beláll a középtávoliba. És aztán Melvin dob egy triplát. Az előbb kilépett Kovács,
7 másodperc a Paksi támadóból, Kovács viszont eldobja, és nem csak eldobja, hanem be is dobja. Brown a passz, és szép kosár Zajától. Légi rossz párosítás, nem biztos, hogy Heindein tudta volna fogni lábbal. Brown, aki vissza kapja a paszt, és egyből a dobás. Újabb jó tripla, 90-74, hát ez így tényleg most már a KO kiütéses kategória. És a Paksi atomerőmű tudja egymás után második meccsét is megnyerni, nem a kaposvári KK. Az ASEA Körmend legyőzése után kaposvári KK együttesét is megveri, ráadásul idegenben. Bár a Körmend ellen is félig meddig idegenbeli győzelem volt, hiszen ugye a Szekszárd otthonában játsza hazai mérkőzéseit a Paksi csarnok felújítása miatt az ASE. A lényegen viszont nem változtat, ha kaposvári KK második nekifutása sem tudta megnyerni a hazai mérkőzését, mivel a Paksi atomerőműese 90-74 arányban nyer a Kaposvár arénában. Kedves nézőként Dausek Dániel operatőr kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra, viszont hallásra. My team played a good defense through the most part of the game. A meccs túlnyomó többségében jól védekeztünk, és ez volt a kulcsa mindennek. Támadásokban igazi csapatként játszottunk, jól forgattuk a labdát, és megtaláltuk a jó helyzetben lévő üres játékosokat. Ezeket főként az első fél évben csináltuk jól, ezt a javuló dobószázalékunk is jól mutatta. A tripla mutatónk 25-ről 40%-ra javult, ennek oka az imént említettek voltak. Természetesen örülök a győzelemnek, hiszen minden idegenbeli mérkőzés a ligában rendkívül nehéz. Gratulálok a játékosaimnak. Gratulálok Paksnak, szerintem abszolút megérdemelt győzelem. Jobb volt egész mérkőzés. Szerintem nagyon rosszul játszunk megint. Talán egy kicsit voltunk jobb pozícióban a harmadik negyed, mikor vezetünk 4 vagy 5 pont. És utána megint rengeteg butaság megcsináltunk. Első felidő is volt 14 eladott labda, első negyed hazai pályán. Nem kosan labdázunk, nem játszottunk mi csapat, nem játszottunk mi edzetünk, nem csináltuk abszolút semmi, főleg támadóan megpróbálunk individuál megtalálni megoldás egyedül, egy-egy, vagy valamit, ez abszolút nem kosan labda, mit én akkor, mit szeretnek, hogy játszunk. És normál, ebben a helyzetben nem tudunk semmit csinálni, nem tudunk eredményt csinálni. Egy kicsit kell beszélni.